Egy 46 éves helyi férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2023 nyarától Szolnokon 1500 forint per adagáron új pszichoaktív anyagot értékesített 18. életévüket be nem töltött személyeknek. A kiskorúaknak általában 30-40 alkalommal adott el a veszélyes szerből, de volt olyan 18 év alatti, akinek legalább 200-szor árusított az anyagból. A rendőrök előállították azt a 39 éves férfit is, akitől a kábító hatású anyagot megvette. A diller a megalapozott gyanú szerint 1500-2000 forint per adag áron rendszeres haszonszerzésre törekedve adta el az új, pszichoaktív anyagot felnőtteknek. A gyanúsított lakcímén 462,66 g új pszichoaktív anyagot, a kiporciózással összefüggésben mérleget és alufóliát továbbá vagyonvisszaszerzési tevékenység keretében 200.500 forintot, valamint 94.000 forint értékben zálogjegyeket foglaltak le a rendőrök. Az idősebb díler 18. életévét be nem töltött személyeknek kínálással, átadással elkövetett, új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntett, míg a 39 éves tettest kereskedéssel elkövetett, új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntet miatt gyanúsítottként hallgattak ki a nyomozók. Mindkettőjüket őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat.